sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. Hangvilla. Ne csak hallgass, nézd is! Szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban, zenei érzékenyítő műsorunkban. És ahogy azt most már hétről hétre talán én nagyon remélem a kedves televízió nézők észrevették és figyelnek bennünket, tanár és diák ül a stúdióban, illetve a műsorvezető kérdezi és faggatja őket arról, mi zajlik a Gorzium Művészeti Iskolában, hogy lesz
a növendékből, aztán kiváló muzsikus, és aztán reméljük, hogy művész. Szóval ilyen formában próbálunk érzékenyíteni, és ilyen tekintetben beszélgetünk a mai nap folyamán is. Több hangszer szóba került már, talán emlékeznek rá, gitároztunk, basszusgitároztunk, és egy picikét foglalkoztunk a zongorával is. Hát a mai nap folyamán azt hiszem, hogy a legösszetettebb és komplexebb, tehát szerelés technikailag bizonyára, a legösszetettebb és nehezebb hangszer a dobfelszerelés a témánk. Csorba Péter tanár úr, és Karsai Dániel, vagy Dani? Danika. Karsai, inkább Danika. Danika? Aha, Karsai igen. Danika, igen. A stúdió igen. Vendége. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szervusz, sziasztok. Szia, Boka. Köszöntöm. Szép a nézőket. Na, az a helyzet, hogy hát a dob, azt nem véletlenül mondtam, a legnehezebb és legösszetettebb hangszer. Danika, amikor úgy döntöttél, hogy dobos leszel, arra készültél, hogy sokat kell majd pakolnod? Hát erre nem lehet felkészülni, de hozzá kell szokni. Aha. Tehát, hogy a zene szeretetével együtt, ez együtt jár. Aha. Hogy sokat kell cipelni, ez a legkisebb dolog szerintem. Peti, nehéz a dobosok élete, mert mindig csak a dob, igaz? Hát, csak a dob. Igen, azt tudom mondani, hogy először érkezünk, és utoljára hagyjuk el a területet, de ez nem probléma, ez a legkisebb gondunk szerintem. Sok pakolás, viszont rengeteg öröm van a dobfelszerelésben, a másik pedig, hogy hát pszichésen talán itt tudjuk a legjobban kiadni magunkat, mert azt ütheted, verheted és egyáltalán, ugye? Tehát ez jól levezető, hogyha nem sikerült a matek a suliban. Na, viccet félretéve, akkor kezdjünk el beszélgetni magáról a dobolásról és a doboktatásról. Dani, te hányadikas vagy? Én most vagyok 11-es. 11-es. Peti, Dani milyen állapotban van most? Hiszen majd, ez sem titok, látunk tőle egy szóló felvételt. De milyen állapotban van most? Hát az az igazság, hogy Danival nagyon nagy szerencsém van, mert igazából úgy került hozzám, hogy főtárgyasként nem is feltétlenül a dobot jelölte meg, hanem úgy emlékszem billentyűzött. Így van. És ő egyébként a háttér zeneszerzéssel is úgymond foglalkozgat, ilyen számítógépes vonalon. Úgyhogy olyan fél év után döntött úgy, hogy nem volt a zenekarban dob, és hát ugye valakinek azért csak kísérgetni kellett az éppen 9. kezdőket, és aztán mondtam, hogy benne látok annyi ritmus érzéket, hogy próbálja meg, és szerencsémre megtetszett neki, úgyhogy a másik nagy szerencsém vele viszont a szorgalma, ami nagyon kiütközik. Ezt nagyon sokat szoktunk vele beszélgetni arról, hogy csak annyit tudunk kivenni a műsor tekintetében a dologból, amennyi energiát belerakunk, és időt természetesen. De rajta nagyon-nagyon látszik. Van egy pici deja vu érzésem. Dani, tudod, hogy a tanárodból hogy lett dobos? Ja, igen, tudom. De gitáros szeretem. Tehát van egy összecsengése, tehát hogy kellett egy dobos a produkcióba. Hát fogunk most megnézni, vagy megnézünk most, mégiscsak magyarabb a történet, megnézünk most egy olyan produkciót, amiben Dani a szóló megoldást választottad, tehát most nem egy komplett zenei produkciót láthatunk, ez egy nagyon érdekes fúzió lesz egyébként, mert hogy a zenei alapot, ha úgy tetszik, a zenét, azt hoztátok nekünk hangzó formájában, ja. És Dani itt a stúdióban játszotta hozzá tulajdonképpen a dobkíséretet. Azon gondolkodtam, miközben néztem a vágószobába ezt a felvételt, hogy majdnem olyan, mintha egy stúdió felvétel zajlana, ugye? Csak mondjuk megfordítottuk hát a sorrendet, és minden a dobot, az igen, egyébként, csak hozzá kell tegyem a felvételhez azt, hogy ezt Dani csinálta, a háttértrekket. Ja, hogy ez a te dal. Igen, ez egy saját dalom. Ez egy saját értem. Dal. Igen. Hát gratulálok. Köszönöm. Ja, ezzel erről engem is meglepett. Igen. Kedves televízió nézők, akkor a tanítvány saját dala itt a tévében, és akkor mondom még egyszer, tehát a főszerepben a dob. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Valami hiányzik, van, aki hiányzik, mindkettőből sok lesz már. Valaki hibázik, valaki ha számít, az csak te vagy, nem más. Nem vár itt, már nem vár itt, azaz sokszínű, aki kétszínű.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hölgyeim és uraim, a szóló dobolást láthattuk itt az előzőekben. A szóló dobolás pedig azért a szó tökéletes formájában nyilván nem áll meg, mert hogy nem csak a dob jelent meg, hanem volt zenei kíséret is, Dani, akkor ez a te saját dalod így volt, van. Ugye? Ezt elhoztad nekünk hangzó formában, és azt mondtad, hogy te erre szeretnél dobolni. Na akkor egy picit hadd faggassalak, ugye itt Peti elmondta, hogy van egy ilyen zeneszerző véna is benne, de ezt most meg is hallgathattuk. Ez egy jövőkép, hogy akkor te dobosként és zeneszerzőként igazából szeretnél? Szerintem annyi a lényeg ebben a szakmában, hogyha ezt lehet úgy szakmának nevezni, hogy egy dologra fókuszálunk, de szerintem ez már annyira nem működőképes. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ebből meg szeretnénk élni, akkor mindenképpen több lábon kell állni. Legyen a stúdiódobolás, session zenélés, tehát ezek az olyan dolgok, amik elengedhetetlenek szerintem mostanában. Akkor koncertezés legjobb, akkor saját számoknak az írása, felvétele, ezek a dolgok, ezek amik a lényegesek. Tehát, hogy neked akkor ilyen tekintetben nagyon nagy szerencséd van, hiszen ugye billentyűsként gondolom szerzed a dalokat, tehát a zongorán írod meg. Igen. A ritmus képleteket azokat már adod is hozzá, hiszen ezt akár te megírod, akár följátszod, akár egyáltalán. És aztán innentől kezdve kész a stúdió alap, mehetünk a történetben előre. Peti, egy dobos esetében az mennyire jellemző, hogy mondjuk, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, de dobos az ugye a tökéletesen a háttérben, a kiszolgál és egyáltalán. Mennyire jellemző, hogy a dobosok ennyire előre akarnak kerülni? Az az igazság, hogy a Daniék generációja már alapból így gondolkodik, vagy szerencsés esetben így gondolkodik, hogy nem egy lemezfelvételbe gondolkodnak, tegyük fel, hanem videó megosztókon történnek ugye az új előadásaik, vagy új dalaik. Úgyhogy arra készülnek, hogy egy komplex munkát végezzen. Most hozzá kell tegyem, egyébként rengeteg stúdió tulajdonost, vagy stúdiótechnikust ismerek, aki dobosként kezdte. Nem csak azért lett belőle stúdiós, mert hogy elfáradt és nem cipeli a hangszert, hanem nekem van egy olyan meglátásom, hogy a dobos egy picit másképp szemléli a zenét, ami körülötte hangzik, erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni Danival, és másképp is hal rá bizonyos tekintetben a dalokra. Tehát egy összképet kap arról, hogy kellene szólnia, ezért van közelebb ehhez a hangtechnika is, tulajdonképpen vagy a rögzítés technika, és ő próbálkozik otthoni szettel, már csinál ilyeneket. Hát igazából, hogyha megnézzük a dobfelszerelést, a dobfelszerelésnek a testeiből, tulajdonképpen tényleg az a hangszeremből végtelen számú hangzást lehet előállítani, de tényleg, tehát hogy tompítással, más verőnek a használatával. Hát mindenképpen a legkreatívabb hangszer. Igen, hangszer, tehát nyilván a legkreatívabb, és ebből is következik szerintem az, hogyha valaki teljesen saját számokat szeretne írni, vagy ezzel akar mellette foglalkozni, vagy közbe. Az iskolában a Gazdaművészeti Suliba ezt ki tudott bontakoztatni, ezt a dobolás mellett, ezt a zeneszerzői vénát? Hát ki, persze. A szaktanárok meghallgatják ezeket a számokat, és mondanak róla egy hát egy olyan véleményt, ami építő jellegű. Tehát, hogy én ezt megmutatom nekik, meghallgatják, és értékelik. És az egy érdekes helyzet, amikor írsz egy dalt, és mondjuk nem te dobolod fel. Ott azért egész szigorú kritikával állnál oda a dobos mellé, ugye? Igen. Ez egy furcsa helyzet. Peti, hogy készültetek a dalra, amit most itt hallhattunk? Hiszen mondjuk a Dani dala volt, gondolom neki volt egy elképzelés a fejében, ő tudta, hogy mit akar csinálni. Mit tud ilyenkor még hozzátenni a tanárember? Na most a hozzátartozik ehhez a trackhez, hogy ez teljes meglepetés volt számomra. Aha. Tehát ő igazából a két dallal készült a zenekarost, amit ő elkísért, illetve tudtuk, hogy lesz még egy produkció, és ő kreatívan megoldotta otthon ezt. Én gyakorlatilag itt hallottam először tőle, de hozzá kell tegyem, hogy ennek a hátterében az áll, hogy most már lassan évek óta azzal foglalkozunk, hogy nem konkrét dalokat tanulunk, hanem stilisztikai tanulás van, ami alatt azt értem, hogy minél jobban próbálom felkészíteni őket különböző stílusokra.
hogy ne az történjen, hogy egy-egy dalt tudjon valaki játszani, hanem egy stílust, ha megtanul, akkor nyilvánvalóan abba tartozóan rengeteg mindent, és aztán ezeket a stílusokat, ha keveri, akkor természetesen jön a kreativitás, és jön egy új dolog belőle, akár olyan ötlet, ami még nem is hangzott el mástól, tehát erre készülünk. A beszélgetésünk végén, mert az időnk szalad, mindegyik osztálytársattól, diáktársattól, vagy évfolyamtársattól, nem tudom pontosan, megkérdeztem, hogy mi a jövőkép, a jövőterv. Hát mindenki mondta, hogy hova szeretne menni tovább tanulni, meg nem tudom én. Most ne is igazából arra koncentráljunk, hogy majd akkor melyik iskolába szeretnél tovább menni, hanem inkább arra, hogy úgy az életben mik a tervek. Hiszen azért nálad sok irányú a történet, ugye akár lehetsz egy nagyon remek zeneszerző, akár lehetsz egy kiváló dobos, én mindegyikhez sikert kívánok neked, és a Peti azt mondta, sok dobosból lett stúdió. Ez így tulajdonos, úgyhogy ha ebben is van fogékonyságod, akár ez is összejöhet. Mik a terveid, mik az elképzeléseid? Hát az első számú elképzelésem az, hogy tényleg nekem is egy főiskolát el szeretnék végezni, mert az egy nagyon jó kapcsolati tőkét ad, és már ez az iskola is egy nagyon jó kapcsolati tőkét adott, és hogyha az egyetem az talán még jobban. És szeretném azt, hogy Magyarországra behozni olyan új dolgokat, amik esetleg külföldön vannak, de ott egészen máshogy fogják fel ezeket a dolgokat. És ezeket például? Hát például másfajta műfajokat behozni, amiket még nem állt rá az embereknek a füle, de azt szeretném, hogy rájön. És ez a tervem, hogy ezt népszerűsítsem. Hát azt hiszem, ez nem kis elhatározás. Tehát, így van, de egyébként megtehető. Tehát én azt mondom az összes tanítványomnak, hogy ne csak egy dologgal foglalkozzunk. Természetesen nem szabad a technikát kihagyni. Ő nyilvánvalóan rengeteget gyakorol, és ez látszik a produkcióján is. De mindemellett nagyon jó, hogyha globálisan lát dolgokat, vagy rálát úgy a zenére, ahogy az imént említettem is, hát ezekből jöhetnek ilyen ötletek. Én sok sikert kívánok neked. Köszönöm. És hogyha behoztad majd azt az első stílust, amit még itt nem ismerünk, akkor szeretettel várlak akár a tévébe, akár a rádió műsoraimba. Köszönöm. Hát engem, én magamat is érdekelne, hogy mi az a zenei stílus, vagy mi az a játék, vagy mi az egyáltalán, amit még mi itt Magyarországon nem ismerünk, úgyhogy én örömmel venném, ha meglepnél majd bennünket ilyenekkel. Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélni. Köszönjük. Sok sikert nektek a Gozium dolgaihoz is, és egyáltalán ugye a pályátokon is. Kedves televízió nézők, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, folytatjuk tovább, természetesen ne kapcsoljanak el, és pontosan egy hét múlva újra Hangvilla itt a Fehérvár Televízióban. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.